Mai nap fő témája, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedőház egy új szakmai programot indít, és ennek a részleteit mutatjuk be a sajtó reggeli keretében. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem előadóinkat, Tucsa Jolán Zsanettet, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatóját, Kun Gábor urat, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgató helyettesét, Klimavicki Szabó Líviát, a Magyar Nemzeti Kereskedőház partnerét, Hívnák Tündét, a Bányi Divatmárka alapítóját, Bokrosi Mátét, az Ador Fájnbár alapítóját, illetve Antal Csabát, a Velotrek üzletfejlesztési igazgatóját. És elsőként megkérném Tucsa Jolán Zsanettet, vezérigazgató asszonyt, hogy mutassa be a Kereskedőház Export Express programjának részleteit. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit, vezetőtársamat, Kun Gábor vezérigazgató helyettes urat és minden kedves vendégünket, akik elfogadták a meghívásunkat és eljöttek a Magyar Nemzeti Kereskedőház sajtó reggelire, amelynek az az apropója, hogy mai napon hirdetjük meg az Export Express szakmai programunkat. Engedjék meg, hogy mindenek előtt az általam megálmodott és a mai napon első ízben nyilvánosan képviselt szakmai program bemutatása előtt néhány személyes gondolattal, vagy néhány személyes gondolatot osszak meg önökkel. Amióta az a megtiszteltetésért, hogy kineveztek a Magyar Nemzeti Kereskedőház élére, az elmúlt 6 hónap egy szempillantás alakult el, és ennek nyilvánvalóan a szűk keresztmetszetében a munka állt. Amikor elvállaltam ezt a felkérést, egyfajta küldetéstudattal érkeztem, és ennek keretében új irányokat és egy sokkal szélesebb szakmai programot álmodtam meg, amelynek az első mérföldkövéhez értünk el a mai napon. Meggyőződésem, hogy ez a program a korábbiakban felépített munkánkra, eredményeinkre épülve még szélesebb és még nagyobb lehetőséget fog nyújtani a magyar kis- és középvállalkozások számára, hogy külpiacokon még sikeresebben és új külpiacokon jelenjenek majd meg. Ennek a programnak 3 fő pillére van. Fontosnak tartottam azt is, hogy ne csak én beszéljek mindenről, hanem meghívjam azokat a vállalkozásokat, partnereinket, akik az a sok-sok cég és sok-sok partnerünk közül egy-egy, akik ebben a segítségünkre lesznek majd. Nyilvánvalóan önök közül nagyon sokan ismerik a Magyar Nemzeti Kereskedőház munkáját, azt is, hogy mivel foglalkozunk. Ez a 3 pillér külön-külön is azt gondolom, hogy fontos, de nyilvánvalóan ezek egymásra épülve fognak igazán nagy hatást elérni. Nem beszélve arról, hogy mindezek nem is mondjam, felszámolva az eddigi munkánkat, hanem az eddigi eszközeinkre fognak épülni. Mik is ezek a már meglévő eszközök? Nemrégiben írtunk, hogy ugye, ami önök is értesülhettek róla, hogy ugye egy elég komoly képzési programunk van, amely a kis- és középvállalkozások számára segít egy-egy piacra való felkészülésben. Tavaly is közel 100 kiállítása és egyéb külpiaci eseménye vittük ki a magyar vállalkozásokat. És ugye az elmúlt 3 évben egy nagyon komoly nemzetközi kapcsolatrendszert építettek föl az elődeim, és én is ezt folytattam, hiszen 29 országban vannak kereskedőházaink. Épp most nyílik 22 irodánk a közép-kelet-európai térségben, ugye minden környező országban, illetve Lengyelországban. És fontosnak tartom kiemelni az Enterprise Europe Network programot, aminek a Magyar Nemzeti Kereskedőház a konzorcium vezetője, egy országos konzorcium, amely gyakorlatilag minden Európai Uniós országban egy ugyanilyen hálózattal kapcsolatban konkrét piaci szereplőkkel. Erről eddig sajnos kevés szó esett, de ezt mindenképpen szeretném, hogyha jövőben még inkább ki tudnánk használni. Na és akkor mi is ez a 3 pillér? Az első egy InnoTrade program, ami
a mai a napjainkban divatosan szólva egy startup programként fog elindulni. Amikor megérkeztem, egy új igazgatóságként hoztam létre a Tudás és Technológia Transfer Igazgatóságot, amelynek az a feladata, hogy egyrészt megismerjünk és felkaroljuk azokat a nemzetközileg is versenyképes pilot fázisban lévő termékeket, technológiákat, szolgáltatásokat, amelyek egy kutatásfejlesztési tevékenység eredményeként jöttek létre. Mivel egyrészt számukra is ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtjuk, vagyis el tudjuk nekik mondani, hogy mely országban, milyen szektorban lehetnek ők sikeresek, de azt gondoljuk, hogy külön hangsúlyt kell helyeznünk arra a jövőben, ennek a programnak a keretében, hogy az ő igényeikhez mérten tudjunk konkrét eszközöket ehhez rendelni. Ennek egy fontos eleme lesz az a fajta együttműködés, amit már részben elkezdtünk, és részben a mai napon szeretném minden olyan állami, civil és piaci szereplőt megkérni és felkérni az együttműködésre, akik ebben a startup vagy innovációs ökoszisztémában dolgoznak. A Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal nagyon jó és szoros az együttműködésünk. Elnök úrral mind a ketten nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy egy-két hónapon belül kitaláljuk azt a modellt, amivel mi tudjuk segíteni azt, hogy a most megnyíló Európai Uniós források kutatásfejlesztés terén olyan módon kerüljenek felhasználásra, amelyek leginkább szolgálják azt, hogy nemzetközileg is versenyképes kutatásfejlesztési eredmények szülessenek. De kiváló az együttműködésünk a Design Terminállal is, és még számos inkubátor programmal. Ennek keretében az egy fontos konkrétum, október 15-ét egy külön mikroszájtot indítunk az innovateprogram.hu-n. Egy felhívást teszünk közé, amelyre innovatív technológiákkal, szolgáltatásokkal bíró cégek, projektgazdák jelentkezhetnek. Olyan külpiacon megvalósuló programokon való részvételre, amelyekről úgy érzik, hogy az ő piaci sikerükhöz hozzájárulhatnak, ebben támogatjuk őket. Az, hogy melyik cég vehet részt, ezeken ezt egy szakmai zsűri fogja elbírálni. Nyilvánvalóan nekünk egyébként is nagyon sok szakmai programunk van, de ez esetben nem feltétlenül mi szeretnénk meghatározni azt, hogy milyen programok kell, hogy kimenjenek. Tőlük várjuk azt, hogy az ő piaci ismeretük szerint melyek lehetnek azok a bármely országban lévő konferenciák, workshopok, találkozók, befektetőkkel volt találkozó pitchek, ahova ők ki szeretnének menni, de mondjuk segítségre van szükségük ahhoz forrással, kapcsolatrendszerre, ami ezt számukra lehetővé teszi. Két dolgot szeretnék itt még kiemelni. Az egyik az, hogy én mindig elmondtam, amikor valami ilyen területről volt szó, hogy itt ne csak mindig informatikáról beszéljünk, hanem az egyértelműen kiderül, hogy mind az oktatásban, közlekedésben, városi, élhető város tekintetében egyre nagyobb igény jelentkezik. És nem csak nálunk, hanem ahogy járom a világot különböző országban, még inkább azt látom, hogy azok a technológiák, amik nálunk születnek, arra nagyon nagy igény van. Pontosan meg kell ismernünk, és mi ezt elkezdtük, hogy milyen országban milyen problémák merülnek fel. Mert ez teljesen más Brazíliában, Afrikában, vagy éppen a Távol-Keleten. De megismerve azokat a problémákat, amelyek ezek az országok küzdenek, releváns fejlesztéseket tudunk létrehozni, és melyen meg is vannak nagyon sok esetben ezek a technológiák, ezeket szeretnék eljuttatni. Fókuszálnak az innovációs területre a jövőben. A második pillére, ami szintén azt gondolom, hogy az elmúlt 6 hónap tapasztalatára épül, az pedig az, hogy a korábbiaktól eltérően, vagy egy kicsit új irányt véve egy kínálatorientált export stratégiát fogunk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy nem csak arra várunk, hogy megkeressenek minket, vagy a kinti partnereink konkrét üzleti lehetőségekkel álljanak elő, hanem az eddig tapasztaltak alapján meghatározzuk azt, hogy mely országokban, mik azok a szektorok, amelyekben versenyképesek lehetünk,
és azokkal a partnereinkkel, akikről tudjuk, és az elmúlt időszakban kiderült, hogy mind a terméktechnológia, mind a kompetenciájuk tekintetében biztos lábakon állnak a külpiacokon. Őket zászlós hajóként visszük a külpiacokra. Azt gondoljuk, hogy velük együtt olyan magyar referenciát tudunk kialakítani, amit felkarolva valamennyi most exportra képesnek lenni felnövekvő céget fogunk tudni elvinni ezekre a piacokra. Ennek keretében a következő egy évben célzott külpiaci eseményekre fogunk elvinni ezeket a cégeket. Ma is meg fognak ismerni jó pár olyat, amelyek ezek a cégek közé tartoznak. Itt annyit szeretnék még kiemelni, hogy sokszor megkérdezték tőlem interjúkon, hogy elhangzik nem csak az én, hanem más állami vezető szájában, hogy a magas hozzáadott értékkel bíró termékeket, szolgáltatásokat szeretnék külpiacra vinni. Azt hiszem, hogy az a két cég, aki ebben a kínálatorientált programmal kerül bemutatásra, jól mintázza azt, hogy mit jelent az, hogy a magyar értékeken alapulva, olyan területeken, amire mondjuk első körben nem biztos, hogy gondolnánk, foglalkoztatást teremtve, új szakmunkát teremtve, tudjuk messze földre vinni azokat a sajátosságainkat, és most egy direkt nem hungarikum szót használok, hiszen nyilvánvalóan egyik esetben ez is megvalósul, hanem azokat, amik egy külföldi számára is értékelhető minőséget jelentenek. Itt külön kitérnék arra, és ami az egyik legfontosabb eredménynek tekintem, hogy volt itt pont ebben az évben egy sajtótájékoztató nemrégen, amikor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával kötöttünk egy együttműködési megállapodást, és akkor beszéltünk arról, hogy szeretnénk elérni azt, hogy egy egységes, nemzetközileg is értelmezhető áru alap jöjjön létre az agrárélelmiszeripari szektorban, hiszen ugye mindig az egységes minőség, a volumen, ami a legfőbb problémát jelenti valóban ez a szektor előtt. És volt alkalmam és szerencsém megismerni Bodrogai Ferenc úr személyében egy olyan partnert, aki szintén elkezdett ezen dolgozni, ő a Funkcionális Élelmiszeripari Tanácsnak az elnöke, és hónapok alatt egy olyan együttműködés sikerült kialakítanunk, amelynek keretében örömmel mondhatom, hogy megszületett az a márka áldomás név alatt, amely a kiváló minőségű magyar élelmiszer márkát fogja képviselni a jövőben. Ez azt jelenti, hogy ebben az együttműködésben nyilvánvalóan a minőségellenőrzési és szakmai hátteret ők fogják adni. Ez egy ernyő márka lesz, amelynek nyilvánvalóan, ha megnézik majd ott, lesz több al márkája. Nyilvánvalóan fontos az, hogy területben is fókuszáljunk, mivel más piacokon van a bionak, a prémiumnak, gyógynövényeknek szerepe. Viszont azt gondolom, hogy ez egy olyan egységes alakzattal bíró, bármely, a föld bármely részén helytálló marketing kommunikációs eszközzel is élve tudunk érvényesülni, amely egy teljesen új utat és új lehetőségeket tud jelenteni a magyar élelmiszeripar számára. Erről, amennyiben ez már ugye most ez előkészületi munkák folynak, azt gondolom, hogy a jövő évtől mi valamennyi kiállításunkban minden egyes eseményen ezt a márkát fogjuk képviselni. Meghatározott minőségi ellenőrzés mellett várjuk minden olyan élelmiszeripari kicsi, közepes, nagy termelőnek a jelentkezését, aki úgy gondolja, hogy szeretne velünk ebben partnerségben valódi piacokat törni az élelmiszeripar területén. A harmadik elemünk, amely szintén mondhatom azt, hogy a saját tapasztalataimra épül, a Magyarok a külpiacokon program, amely keretében egy felhívást szeretnénk intézni azon magyar származású sikeres emberek felé a világban, akik vagy az elmúlt években, vagy évtizedekkel ezelőtt elhagyták az országot, valamilyen abból kifolyólag, ott építettek ki kapcsolatrendszert, legyen szó piaci, civil vagy kormányzati területeken,
és úgy érzik, hogy az ő kapcsolatrendszerükkel tudnak segíteni nekünk. Miért gondolom, hogy ennek van helye ebben a körben? Mind Észak-Amerikában, mind Dél-Amerikában voltam olyan országokban, ahol a legnagyobb húsipari cég tulajdonosa magyar származású úriember volt, beszélt magyarul, építési vállalkozók voltak magyarul, és megtisztelt minket az Egyesült Államokban lévő partnerük, aki szintén már magyar származású, de amerikai állampolgár, akinek nyilvánvalóan nem csak üzleti érdek, hanem belső késztetése is az, hogy segítsen a magyar cégeknek, sikereket hozzon annak az országnak, ahonnan származik. Meg kell mondjam, például a Brazíliában ez azt jelentette számomra, hogy olyan emberekkel is tudtam találkozni, akivel egyébként valószínűleg, hogy első vagy második körben nem ment volna. De ezek az emberek ott élnek, megfelelő gazdasági súllyal bírnak, és ezáltal meg tudják teremteni nekünk azokat a lehetőséget, amiket csak és kizárólag üzleti alapon és pénzzel nem lehet megvenni. Felhívást fogunk intézni mind a nagykövetségeinken, mind a kereskedőházi partnereinken keresztül ezen urak és hölgyek irányába, és bízom benne, hogy a már most meglévő ilyen jellegű kapcsolatokon túl a következő hónapokban ezek újabb partnerekkel fognak bővülni. Azt szeretném még hangsúlyozni, mielőtt átadnám a szót, és itt konkrétumokra fordítanánk azt, amit én most elméleti szinten elmondtam, hogy ez a három programelem egymásnak nyilván külön-külön is megállja a helyét, viszont ahogy mondtam, például a Lívia leginkább innovációs téren, de egyébként amerikai magyarként tud ebben részt venni. Úgy, ahogy az innovációs területen meghívtunk egy startup céget, és el fogja mondani, hogy mivel foglalkozik, és korábban milyen együttműködésünk volt, és mivel tudnak ebben segíteni. Ők ugyanúgy részesé lesznek a kínálatorientált programunknak is. Tehát azt gondolom, hogy ezek szorosan összefonódó dolgok, amiben én szeretném kérni az önök segítségét, hogy mindezek a programelemek minél több magyar kis- és középvállalkozáshoz eljussanak. Azt gondolom, hogy mi legyen szó olyan cégről, aki még nem exportált, csak szeretne, és igazából nem tudja, hogy alkalmas-e rá ő maga, vagy a terméke. El tudjuk neki mondani, fel tudjuk térképezni számára azt, hogy mindezben a kapcsolatrendszerben és programok között melyik lehet az, ami számára a legalkalmasabb lehet. Én köszönöm a figyelmet, és akkor adjuk át a szót a partnereinknek. Köszönjük.